A videoblogunk mai számában folytatjuk a Hogyan tároljuk otthon a képeinket című minisorozatunkat. Az előző részben a laminálással foglalkoztunk, most pedig a csomagolást járjuk egy kicsit körbe. Rögtön itt az első kérdés, hogy mit érdemes becsomagolni? A rövid válasz az, hogy minden képet, még azokat is, amik első pillantásra kevésbé tűnnek érzékenynek, tehát például egy akril festmény. Hosszabb távon el akarod tárolni őket, akkor érdemes ezeket is védeni, legalább a por ellen. Amiket viszont nagyon erősen ajánlott, azok a poros technikával készült képek, a pasztelrajzok, pasztelceruzás rajzok, szénrajzok, háromszint technikával készült rajzok. Ugye ezeknek érzékeny a felületek, könnyen lepereg róluk ez a festékpor, tehát nagyon érdemes valamilyen módon becsomagolni. Le lehet ugyan fixálni őket, de annyira sosem tudod megvédeni, hogy ne kelljen valami egyéb módon is védeni. A fixálással majd a következő részben fogunk foglalkozni, hogy azt hogyan kell megcsinálni. Még az is felmerülhet kérdésként, hogy milyen alapra készült festményeket érdemes elcsomagolni. Pont ezek a poros technikával készült képek vékonyabb lapokra, papírlapokra, kartonlapokra, művészkartonra készülnek, tehát ezeket érdemes elcsomagolni. Festővásznat, feszített vásznat ritkábban szoktunk. A második kérdés természetesen az, hogy mi becsomagoljuk. Hát én most papírba fogom itt becsomagolni az egyik képet, de lehet fóliát, zsugorfóliát is használni. A papír választásánál van egy ilyen szempont, hogy festményeket, akril vagy egyéb festményeket a sima csomagoló papírba is be lehet rakni, viszont a kréta és színrajzoknál érdemes olyan papírt választani, ami a lehető legkevésbé szedi vissza a port a képet felületéről, azaz legyen olyan a papír felülete, ami egy kicsit ilyen fényes. Ilyen például a sejempapír, a zsírpapír vagy a pauszpapír. És akkor most lássuk, hogy működik ez a gyakorlatban. Ezt a pasztelképet fogom becsomagolni. Ehhez pauszpapírt fogok használni, ami ilyen tekercsben is kapható, különböző méretben, különböző szélességekben. Egy ilyen tekercsben 100 méter papír van, tehát nagyon sok képre elég, és mindössze pár ezer forint az ára. Lássuk akkor a csomagolást. A pauszpapíron kívül még egy ragasztó szalag, vagy egy cellux, vagy egy ilyen kitakaró szalag szükséges. Ugye a pauszpapírt kiterítettem, úgyhogy nagyobb legyen, mint a kép. Ezután ráhelyezem a képet arccal lefelé, tehát úgy, hogy maga a festmény része az lefelé legyen. Utána ráhajtom az egyik oldalról a pauszpapírt, itt azért hagyok nagy helyet. Majd a másik oldalról is ráhajtom. Hát itt értelemszerűen elvágom. Egy akkora darabot vágok le, hogy itt átlapolódjon a két papír egymásra. De ezzel a hátlapja felől is beburkolom a képet. Hát itt ragasztó szallaggal érdemes lerögzíteni. Aztán még fölhajtom alul fölül, ezeket is lerögzítem. Azért raktam fejjel lefelé, tehát képpel lefelé a festményt, hogy itt, amikor itt nyomogatom, akkor ne bántsam még véletlenül se a kép felületét. Akkor így néz ki a becsomagolt kép, ugye innentől fogva el lehet rakni, szekrény teteje, szekrénybe, fiókba, lehet fektetve, lehet állítva, bizonyos mennyiségig egymásra is lehet rakni. Ha van például egy irattartó mappánk, akkor abba is bele lehet rakni. Így mi szépen elcsomagoljuk. Azt javasolnám, hogy mindenképpen írd rá a hátuljára, hogy milyen kép, mikor készült, valamilyen ismertetőt erről. Ez a pauszpapír annyira nem látszik már át, hogy gyorsan meg lehessen állapítani, hogy éppen melyik képen van becsomagolva. Na, itt szépen aláírod, vagy ráírod a hátuljára például, hogy mit tartalmaz ez a csomagolás, akkor könnyű lesz később megtalálni.
Ha kész vagy a csomagolással, akkor a képet el lehet tenni fiókba, szekrénybe, szekrény tetejére, padlásra, raktárba, ahol helyet találsz neki. De mielőtt ugye elcsomagolnád, előtte még le kell lakkozni, le kell fixálni, valamilyen fixatívval érdemes rögzíteni ezeket a poros képeket. A következő videószámunkban, videoblog számunkban erről fogunk beszélni. Addig is jó munkát, jó rajzolást!